Az Egészségügyi Minisztérium pályázatán nyert életmentő készüléket a Budai Középiskola. A JESZ pályázat díja egy 500 ezer forint értékű defibrillátor volt, amelyet az intézmény igazgatója Ács Katalin adott át a diákoknak. Az iskola bejárata mellett elhelyezett készüléket a diákok és a tanárok mellett a környékbeliek is használhatják. Egy viszonylag egyszerű pályázat volt, számunkra különösen azért, mert a Szívcentrum készítette el, és mi csak az alapadatokat adtuk hozzá. 10 tanár és 120 diák kiképzését vállaltuk december 31-ig. Illetve ezt folytatjuk természetesen, mert iskolánkban mindig is hagyomány volt az, hogy figyeljünk az egészségre. Minden 9-es gyereknek a tanulmányi programunkban benne van, hogy az iskola orvos segítségével alap egészségnyújtási, elsősegélynyújtási ismereteket adunk. A 10 tanár kiképzése megtörtént egy nagyon izgalmas oktatáson, ami még hozzájárt, hogy 3 ambubabát is kaptunk a kiképzéshez, és egy gyakorló defibrillátort, amely itt látható élesben, ami nagyon izgalmas volt, hiszen vészhelyzetből mi is ismerjük, hogy hogy kell ezt csinálni. Ez egy nagyon okos készülék, automatikusan mond el mindent olyan szinten, hogy tulajdonképpen a kiképzés eredménye az volt, hogy bármelyikünk megcsinálhatja, aki itt van, és meg tud nyomni egy gombot, mert utána ez mindent szabályszerűen és szépen lassan elmond, és azt hiszem, hogy egy nagyon nagy lépést tehetünk előre a tekintetben, hogy Magyarországon a szívhalálozásból minél többen tudjanak visszatérni az életbe, teljes életet élni. Sokkal többet tehetünk akkor, hogyha bármilyen rosszat is teszünk, mint hogyha nem csinálunk semmit, mert akkor az garantált halállal jár. A 12. kerületi önkormányzat, valamint a sportközpont és a MOM művelődés központ is pályázott az újraélesztéshez szükséges eszközre. Ezekben az intézményekben, önkormányzatban ugye rengeteg az ügyfélforgalom, sportközpontban rendezvények, művelődési központban rendezvények. Ezen kívül a fővárosnak is írtunk, ők megkerestek minket, fővárosi önkormányzat, hogy közterületeken hol szeretnénk elhelyezni életmentő pontokat. Ezeket megjelöltük, és reménykedünk benne, hogy ez az első, ami itt a kerületben van, ezen kívül még lesznek ilyen életmentő pontok. A hétköznapjainkban nagyon előtérbe került a keringési betegség, okozta különféle elváltozások. Fiatalkorban, középkorban, idősebb korban is váratlanul érheti érrendszeri probléma az embereket utcán, otthon, munkahelyen. Ezért nagyon lényeges, hogy egy olyan helyzetet lehessen kialakítani, hogy az életmentés befejezéséig, tulajdonképpen még a mentőorvos kiérkezik, egy olyan helyzetben hozzuk a pácienset, hogy átadható legyen, megmenthető legyen, a szívet újra lehessen indítani. Az életmentő készülékeket, amelyek akkorák, mint egy kisebb bőrön, az önkormányzat tervei szerint a Normafán, a Déli pályaudvaron, valamint nagyobb intézmények mellett fogják elhelyezni.